magasban helyezkedünk el, csípőszéles tervezve, fej a törzs folytatásában, tekintet előre fele néz. Két vállunkat lehúzzuk, fejünket közelítjük, az egy csontok kirányába. Megnyújtózunk két vállal lefelé, nyakkal előre felé, és lassan szépen visszajön. Állókat közelítjük, szemcsontunk irányába, nyújtózunk lefelé, és lassan visszajövünk középre. Jó, még egyszer megcsináljuk. Előre nyújtózunk, és lassan visszajövünk középre. Jó, elfordulunk jobbra, elfordítjuk a fejünket jobbra. És visszajövünk. Balra fordít a fej, és vissza középre, jobbra fordít a fej, és középre, balra fordít, és megállunk középre. Elfordítjuk jobbra a fejünket, ellenoldali karra, balkarra nyújtózunk lefelé. Figyelünk arra, hogy a mellkasunk marad előre, és visszajövünk középre. Másik irány, megnyújtózunk, hátunk van a beállás, és lassan visszajövünk középre. Jobbra fordít a fej, bal karra nyújtózunk lefelé, hátunk egyenes, és vissza középre lassan. Ellenoldal következik, nyújtózunk lefelé, és visszajövünk lassan középre. Előre hagyjuk. Távolítjuk a lapockát, domborítjuk hát, és nyújtózunk lefelé a fejünkön. Majd lassan csigolyára kiegyenesedünk, zárjuk a lapockát, és visszahozzuk a fejünket is a törzs kontinensába. Lassan előre hagyunk, de mindig figyeljünk a felmozgásra. Lassan történjen, elkerülve a szétülést, domborít a hát, szépen zár a lapocka, és csigolyára lassan kiegyenesedünk, fej a törzs folytatásába. Még egyszer megcsináljuk lassan, előre hajt a fej, távolít a lapocka, domborít a hát, és lassan visszajövünk, csigolyára kiegyenesedünk, és visszahozzuk a fejünket a törzs folytatásába. Barkat felnyújtjuk föl mellé. Picit nagyobb tervezve állunk a stabilitás miatt, és elhajlunk oldalra. Megnyújtjuk egy picit a törzsizmokat, majd szépen lassan visszajövünk középre, és zárjuk a törzs mellé a bal kezünket. Jön a jobb kar, nyújtjuk fel föl mellé. Oldalra elhajlunk. Megnyújtjuk egy picit. És visszajövünk középre, lehozzuk a kar törzs mellé. Bal kar felnyújt, oldalra hajlunk, nyújtózunk. És lassan visszajövünk középre. Itt is nagyon fontos figyelni a medencére, nem fordul el a medence, egyenesen középre néz oldalra. És visszajövünk középre. És csíprendezzük a két kezünket, maradjon a széles támasz, elfordulunk jobbra, majd lassan vissza a középre, balra fordulunk, és vissza a középre. És figyeljünk arra, hogy térből nem mozdulunk, hanem próbáljuk csak a törzs mozgását kihasználni. És lassan vissza a középre jövünk, balra fordulunk, és középre. Még egy kört megcsinálunk, jobbra fordul, és vissza középre, utolsó, balra fordulunk, és vissza jövünk középre. Elnézzük a combizmokat, maradtak a csípő széles terpesz, stabilitás kell.
hogy egy szép karfány lehet. Nagyon szép, és vissza letesszük. Itt is fontos figyelni arra, hogy a hátunk marad egyenes, nem bőgünk el. Jöhet a másik lábunk. Oké. És vissza letesszük. Még egy kört megcsinálunk. Jön a jobb sarok, megnyújtjuk a combizmot. És vissza letesszük. És letesszük. Jó, felnyújtjuk a két kart föl mellé. Oké. Nyújtózunk. Először nyújtózunk a bal karral a plafon irányába. És lazítunk. Jobb karral nyújtózunk felfelé. És lazít. Bal karral nyújtózunk. És lazít. És a végére páros nyújtózás, két karral felfelé, megnyújtózunk, megnyújtjuk a hátunkat, és ellazítunk, nyújtózunk két karral felfelé, és lazítunk, nyújtózunk, és lazítunk. Jól lehozzuk a két kart törzsön elé, lézzük a palattal, zárjuk a palacsot, ugyanúgy felvisszük fölmenni a két kart, orron keresztül fogjuk beszélni a levegőt, és amikor hozzuk le a két kart, hosszan szájon át kifújjuk. Felvisz, beszív a levegő, bent tart egy picit, majd hozzuk le a két kart, és hosszan kifúj, szájon át. Oké, beszív, bent tart, és kifúj. Figyeljünk arra, hogy a kilégzés mindig legyen egy picit hosszabb, azért, hogy a végzőritmok